kívánok, sziasztok! Az írók ebben a feszes tempójú krimi kalandregényben a szereplők jellemére és a történetre helyezték a hangsúlyt, amivel nem okoztak csalódást. Ez ugyan más regényekről is elmondható, de az Árnyjáték kivételt képez abból a szempontból, hogy egyike azon kevés könyveknek, melyek előzetes ismeret nélkül is érthetők és élvezhetők. Ha nagyon kötözködni akarunk, akkor az általam még nem olvasott, a Birodalom Árnyai című regényt elolvashatjuk, csupán csak azért, mivel Desrendel abban tűnt fel legelőször. Az Árnyjáték a népszerű holosztár Javul Charn elleni merényletek világába kalózolja el az olvasót. Des a másodpilótájával és a droidjával együtt hajó nélkül marad, amikor egy újabb kesszefutamot követően az Outrider hajtóművei meghibásodnak a birodalmiaknak köszönhetően. A munkanélküliségből az a Javul Charn húzza ki őket, akit egy megszállott rajongó üldöz, szóval testőrökre van szüksége az elkövetkezendő koncertjeinek idejére. A csempészek csak azután eszmélnek rá arra, hogy semmi sem az, aminek látszik, miután már csatlakoztak a nőhöz. A szereplők közül a legnagyobb reflektorfényt Des Rendar kapja, gyakorlatilag az ő szempontjából ismeri meg az olvasó az eseményeket. Des egyfajta hígított Han Solo, ugyanis a karbantinba fagyasztott Han helyettesítésének érdekében keltették életre a birodalom árnyaiban. Ő is koréliai, hiú, szükségtelen kockázatokat vállal, mérges, félti a holosztárt, nem érti, hogy a díva miért kockáztatja az életét. A fiatalabb csempész nyitottabb a másoknak való segítségnyújtásra, mint ahogy láttuk Han esetét a halálcsillaggal kapcsolatban. A regény humorforrása Libo, a nagyképű, gúnyolódó droid, aki hamisan fütyül és luxusjakt fétise van. Először azt hittem, hogy Des és Libo, mint a droid emberpáros, a vadászó árnyékban megismert Lorne Pavan és I-5 hasonmások lesznek. Akadnak hasonló jelenvonásaik, de sikerült egyedi és emlékezetes karakterek kifaragniuk őket az íróknak. A Nautoli Eden Vril magabiztos, nyugodt, lazán fogja fel a veszteségeket, ünneprontó, olyan parti fúró. Rajta keresztül a Nautoli fajról sok érdekes dolgot tudtam meg. A diva JC rejtélyes és jól kidolgozott, tetszett, hogy az ő segítségével is egyre több információhoz jut az olvasó és Des, aki megállás nélkül gyanúsít és következtet. Szerintem az írópáros a nagyképű és arrogáns Han Solo szerepeltetését jól oldotta meg, hozza a Mos Eisley-ben legelőször megismert formáját. A két koréliai férfi eltérő jellemét is megfelelően szemléltették. Nekem tetszik a regény, izgalmas, könnyen is olvasható, laza nyelvezetű, legelső Star Wars könyvnek is ideális. Nektek mi a véleményetek a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!